Tehát bemerítési alkalmunk van, ami úgy gondolom, hogy egy örömünnep gyülekezet számára, annak a számára, aki be is merítkezik még inkább talán. És egy pár gondolatot kívánok megosztani arról, ami engem foglalkoztatott ezzel kapcsolatban. Nem fogok elmondani minden vonatkozást arról, amit valaha olvastam, vagy netán tanultam, és még emlékszem is rá. És csak azokat a dolgokat, amiket úgy gondolom, hogy a mai napra fontosak. Nyilván tudjuk azt mindannyian, hogy a víznek milyen szerepe van az emberi életben. Azt is szoktam, hogy víz nélkül nincsen élet. És ez a fizikai létünkre vonatkozóan is igaz. Nagyon sokan gondolkoztak már erről, olvastak erről, tanulmányokat folytattak, hogy vajon mi volt a szerepe a víznek a történelem folyamán az emberek vallási életében, azon belül a tisztulás, a megtisztulás irányában. Ez a pogány népek között is szokás volt, nem csak a Biblia a népének az életében. Tud a történelem olyan mosakodási ritusokról, olyan cselekményekről, amik valamilyen beavatási szertartás előzményeként történtek meg. Egy más vonatkozást szeretnék megemlíteni, ami a vérrel kapcsolatos a pogányságban. A görög kultuszokban létezett egy olyan gyakorlat, amikor a megtisztulni vágyót levezették egy nagy gödörbe, fel a gödröt befették egy valamilyen rácsos szerkezettel, és azon leöltek egy bikát. Ezt hívták a Tauroton áldozatnak, és a gödörben lévő ember az igyekezett felfogni a lefolyó vért a testére, hogy megtisztuljon, sőt, fogyasztott is belőle. De ez csak egy ilyen szélsőséges kitekintés, ami a víztől eléggé messze van. Már említettem azt, hogy az Ószövetség népéhez a törvény kötelezettségén keresztül nagyon szoros kapcsolat fűződött a vízhez magához. Leír a Mózes törvénye olyan eseteket, olyan kázusokat, amik folyamán meg kellett cselekedni a megtisztulást. Biblia olvasók emlékszenek, vagy emlékeztek bizonyára a papi szolgálatokat, megelőzés, azt követő tisztulásokra, ami ugyancsak a vízhez kötődött, vagy a halott érintés utáni mosakodáshoz. Most szeretnék felolvasni egy vízzel kapcsolatos esetet, az Úr Jézusnak a bemerítkezését Máté evangéliumából a 3. részből, 13. verstől a 17-ig. Így hangzik az ige, Máté 3:13-17-ben. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy merítse be őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy te meríts be engem, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett helyesebben, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy az Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre átszáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az a gondolat ragadott meg engem ebben a történetben, amit
bemerítő János mond, hogy és te jössz hozzám. Nem lenne semmi értelme ennek a bemerítési gyakorlatnak, hogyha Jézus nem jött volna el hozzánk. Ha Jézus nem lép be a bűnös emberek világába. Izsaiás próféta könyvében az 53. fejezet 12. versében ezt olvassuk, hogy hagyta, hogy a bűnösség közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára. És ez az a körülmény, ez az a isteni közbenjárás a bűnösökért, ami alapját adja annak, hogy most itt állhatunk a nyitott bemerítő medence mellett. Nagyon különös volt számomra az, hogy Jézus a missziós parancsában, ennek az imént említett evangéliumnak a végén azt mondja, hogy menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítsátok őket, és merítsétek be az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez a Máté 28 utolsó két verse. És ha visszaemlékeztek a Jézus bemerítésének a történetére, nagyon különös, legalábbis számomra, és úgy hiszem, hogy nektek is, hogy vannak hasonlóságok. A missziós parancs, a megbízatás és a jézusi bemerítkezés között. Nagyon különös, hogy Jézus bemerítésekor megszólal az Atya. És azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam, a régi fordításban őt hallgassátok, és ő az, akiben gyönyörködött. Megjelenik a Szentlélek maga, és elvégzi azt a munkát, amire tanulni lehetünk most. És jelen volt akkor az engedelmes fiú, az egyszülött fiú Jézus. És arra kell, hogy gondoljunk most is, hogy itt van a mindenütt jelen való Isten. Itt van az egyszülött fiú Jézus. Mert azt mondta, azt ígérte, hogy ha összejöttök ketten vagy hárman az én nevemben, én ott leszek közöttetek. És hiszem, hogy ezért jöttünk össze. És itt van az Isten szelleme közöttünk, hogy elvégezze mindazt a munkát, amit a mai napon közöttünk el akar végezni. Kell arról is szólni, hogy úgy vagyunk itt most jelen, vagy úgy van most itt jelen a bemerítést végző lelki pásztor, mint János annak idején a Jordán partján. Egy igazságot töltünk be azzal, hogy ezt a cselekményt, ezt a hitből fakadó cselekményt végrehajtjuk. És szeretném érzékeltetni azt, hogy és felemlíteni azt az ige verset, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által. És van egy szellemi sorrend, aminek a következménye a bemerítés. És ez így hangzik, hogy az ige, az igéből fakadó hit, és a hitből fakadó cselekedet a bemerítés. És ilyen formán a keresztény bemerítés a hitnek a cselekedete. És szeretném újra elismételni befejezésül azt, hogy mind ennek, ami történik, az alapja az, hogy az egyszülött fiú belépett ebbe a világba. Hogy magára vállalta a bűneinket. Hogy meghalt az emberek bűneiért. És feltámadt dicsőségesen, és él most is. És azzal fejezném be, hogy éppen ezért a bemerítés nem csupán a hitnek egyfajta cselekedete, hanem a bemerítés mindig egy ünnep. A bemerítés mindig a feltámadt messiásnak az ünnepe. És szeretném hangsúlyozni, hogy bármit hallottatok, vagy hallani fogtok ezzel kapcsolatban, ne legyetek megtévesztető. Nagyon nagy ünnep a bemerítés annak a számára, aki bemerítkezik. Nagyon nagy ünnep a bemerítés a gyülekezet számára.
de mindig és mindig eseményben a feltámadt Krisztust ünnepeljük. Ezt szeretném a szívetekre helyezni a mai reggelen, hogy ez legyen a gondolatotokban, az egész gondolkodásmódunkban, amit egyáltalán Isten felől gondolunk, amit a bemerítés felől gondolunk, és mind azokról a cselekményekről, amik a Biblián alapulnak. Ezeknek egyetlen értelme van, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és uralkodik. És ezt jelképezi a bemerítés maga. Amikor a bemerítendő személy elmerül a vízben, akkor Krisztus halálában merül el. És igaz lesz az az ige, hogy a régiek elmúltak, és íme új jött létre, abban a pillanatban, ahogy kiemelkedik a vízből. Gondoljuk ezekre az Isten igéjében nyugvó, és az Isten igéjén nyugvó igazságokra, amikor majd megtörténik a bemerítés. Adja meg az Úr, hogy ezek a dolgok mindig elevenen éljenek a szívünkben az ő dicsőségére. Amen.